Üdvözlök mindenkit, én Paula vagyok, és elérkeztünk egy újabb Sims 3-as részhez, és ott tartottunk, hogy nemrég kerestem munkát, mosogató leszek, és arra gondoltam, hogy elmehetnénk valahova kiruccalni, de előtte együnk amúgy, mert mivel mosogató vagyok, főzés tudományomat kéne csiszolni, és tudjátok, lehet venni ilyen könyveket, ugyanilyen ebédet, sajtos, hát együnk őszi salátát, fit lesz életmód, tényleg edzeni is akarok majd menni, úgyhogy majd minden szépen sorba. Arra gondoltam, hogy mivel a főzés tudományomat kéne fölvinni a jártasságot, és ugye egyetlen egy jártasságom nincs még, szóval el kell kezdeni, elmegyünk a könyvesboltba, és veszünk pár ilyen főzős könyvet, mert tudjátok, el lehet azokat olvasni, és akkor szerzünk ilyen szinteket, tudományunkat fölfele. Ezt itt föl kell vinnünk nagyon. Vagy de kis szorgosan vágom a... Mit vágok? Jaj, de aranyom, segítek olyan kis cuki! Miau, miau! Te most lenyávogod a zöldségem? Leo! Mi bajod van a zöldséggel? Amúgy én ezt nem tudom, szerencsétlen mit tudna csinálni. Látok? Bocsánat, itt belepofátlankodok, de nincs neki valami játék? Mivel tudna játszani? Csak a kaparófa van? Játék állattartó láda, az nem tudom, hogy amúgy nekik van-e. Hát nem tudom, basszus. De megnézhetjük, hát ha valamelyik van neki is. Ó, akkor jó, ő is tud játszani, szuper, akkor már megnyugodtam, azt hittem, tudjátok, hogy meg... Ez micsoda? Ez egy kaja maradék? Ó, Istenem, Paula, miért szórtad el a kaját? Aj, nem hiszem el. Még látszik, hogy van mit tanulnom. Úgyhogy ezt majd szépen eltakarítjuk, mert nem akarom, hogy malackodjon itt nekem a Leo. Mert tudjátok, van olyan személyiség, valami malackodás, de azért nem kéne ekkora zacskóba egy ilyen pici morzsát kitenni, nem mindegy. Micsoda salátát rittyentettem, azért jó, hát ezt ki tudja elrontani, de most őszintén a salátát, úgyhogy ezt is vártam, a jó minőséget. Úgyhogy most megeszi, és elmegyünk a boltba. Apropó, vajon van még biciklire pénzem? Nem akarok taxizni. Oké. Okay. Király. Van bicikli. Vagy menjünk seprűvel? Nem vagyok amúgy boszorkány, úgyhogy... Amúgy nem lenne rossz ötlet, nem, ha boszi lennék, de majd ti meg... Házasság! Azt én is szeretnék végigolvasni egy könyvet. Ó, ez tök jó cél. Ellátogatni az emlékek tárába, színet szeretné pallírozni az elméjét, és megtudni ezt a természetfeletti erő dicső és különös történelmi irányhoz. Ó, amúgy ez egész érdekes. Meg is, hogy valakit olyan, nem akarom addig felcserélni. Mi csinál? Nézze a játszó állatot. Abban mi olyan érdekes van? Kicsit azért megszeretgetem, mielőtt elmegyek. Beszéljen hozzá. Mi volt ez a gonosz kacaj? Láttátok? Nem szoktam ilyet csinálni. Na jó, akkor játszál, én meg elmegyek. Elmegyek a könyvesboltba. Hoppá, ez a macskám. A macskám nem megy könyvesboltba. Hol a könyvesbolt? Aha! Vagy ez nem az? Könyvtár. Vagy nem ez az? Nekem engem nem érjezek át. Á, itt van. Jó, könyvesbolt, vásároljon könyveket. Súgy. És akkor eltekerek oda, nem akarok taxizni, egészséges életmód, tekerjünk egyet. Na. Utcu, neki Paula. Nézz a játszóra. Bocsát, nem fogom most nézni a Leót. Játszom csak nyugodtan, elő van, majd utána visszajövök, és megszeretgetem a kis aranyost. De ugye most biciklivel néz. Azért vettem, azért költöttem. Nagyon helyes. Jaj, nézd, hogy tekerek. Száguldás. Porsche szerelem, száguldás.
elcsapott egy autó. Még jó, hogy Sims-be vagyunk, és tök... Micsoda gangparti? Jaj, nem, ott nagy bunyók vannak ott szerintem lassan. Na, ott láttátok, ott minuszos volt. Egy lebegő... Ez olyan természetesen akartam mondani, hogy jéjjj, egy lebegő esernyő. Átvertél? Azt hittem, hogy lebegsz. Ú, de vonzó vagy. Nem mindegy. Ú, de amúgy... Jobb, ha sietek vissza, mert 21 óra múlva amúgy dolgoznom kell, úgyhogy akkor még van időm bőven. Ettől nyugodtan tekerni a könyvesboltban, nincs gond. Annyira szeretem ezt a várost, olyan nyugodt, és olyan jól néz ki. Nem tudom, valamiért a szívemhez nőtt. Na. Vásároljunk könyveket! Na nézzük, a jártasságoknál kell megtalálnunk, amúgy ez nem lenne rossz, csak most szakás, most első kötete. Úgy tudom egyébként, hogy ez megvan az alapkönyvek boltokban is, könyvesboltokban, az alapkönyv polcban, amit veszel, könyvpolc. Könyvespolc. Úgyhogy ezt szerintem nem veszem meg, hanem csak a többit. Második kötet kell. Hol a harmadik? Harmadik kötet. Elvileg ennyi van, és akkor receptek. Itt nem rossz, de majd később veszek receptet. Nagyon ajánlom, hogy az első meglegyen egyébként. Amúgy, ha már itt vagyunk, nem ülünk be valami kis itókára? Ó, pont. Itt fogok dolgozni. Itt fogok dolgozni. Fasza. Nézzük. Nincs valami bulályozó valahol? Ahol itt utc. Oh, micsoda izé van itt. Vajon sok lakókocsia. Szóval itt nincs... Ú, itt van egy bár. Beugrunk egy bárba. Látosan ide bársony társalgó. Szereznünk kéne amúgy barátokat is, mert eléggé egyedül vagyok. Hoppá. Jaj, hoppá, mit csinálsz, Bolla? Szóval... Ó, micsoda fancy-be csattam, játszatok, milyen jó kis szettem van. Nagyon kis csininek érzem magam. Na, kéne egy legjobb barátnő, nem gondoljátok? Ez olyan hülyén néz ki. Eltekerek elegáns ruhába egy bárhoz. Már majd, ha lesz pénzem több, akkor veszek egy jó kis kocsit szerencsétlen én magamnak. Mert hát egy eléggé hülyén néz ki. Nem nagyon ott volt egy paci. Hol van? Hú, de durva, ott lakik azt hiszem valami vámpír család, vagy nem tudom, több para. Na nézzük, ismerkedjünk. Hello! Hello! Hú, az a tükör, nagyon jó arc, gyerekek, várjátok, mindjárt megmutatom. Ki az ott? Á, ijesztően néz ki. Csak kérdezz a napja, ajnálod engem, varázslatos szépségkezelés. Csillánként varázslatos szépségkezelés, egyébként ez nagyon tetszik, várjátok, mindjárt megmutatom. Jaj, mit gúnyolódtok már, Isten, de hangosak vagytok. Úgy tudom, akkor teljesen átalakult ilyen. Figyelj. Tök csini ruhám lesz, ha jól tudom. Ó, oh, látjátok, micsoda ruhám van? Ölele. Na jó, ígyunk valamit. Én azt mondom, hogy hörpítsünk fel egy italt, és válasszunk egy legjobb barátnőt. Nem olyan csúnya. Ő egész jó, nem? Barátságosan bemutatkozok neki, és akkor Violet? Nem, ő nem, ő Didi! Ó, oh, Violet az a szellem, elnézést. Na, barátságos bemutatkozás. Elnézést, Violet, de menjen már odébb, kérem szépen. Nem is tudom, hogy a sárga miben hal meg. Na, bemutatkoztam. Toljunk be valami poén, nem gondoljátok, mindig ezzel kezdem, úgyhogy mesélek neki egy vicces történetet. Elég hangosak egyébként. Valaki ott kifeküdt. Halló! Elnézést! Hát ez kifeküdt. Végül is egy bárba vagyunk. Biztos túl sokat ivott.
van, neki nem tetszett a... egy vampír célpontja vagyok, ha. Na most, Didinek nem tetszett a poénom? Basszus, nem figyeltem. Barátságos, kérdezzük meg a karrierjét, hogy amúgy mit csinál. Arra kíváncsi vagyok. Egyébként tök jó, hogy megy a zene, de nem lehet hallani. Fú, nagyon hangosak vagytok! Nekem nagyon hangosan van beállítva, úgyhogy szerintem még kívülről is hallatszik a mikrofonba. Na nézzük, mit dolgozik Didi. Didi mit csinál? Didi fürdőházban dolgozik. Jó van, Didi. Hú! Didi, te varázsló vagy! Didi a boszorkány, nem volt ilyen film régen? Vagy film? Mese? Didi! Jó, van egy boszorkány. Ó, tényleg itt jelzi az egy... Ó, az tök jó, mert megkérhetem majd, hogyha nagyon jóba leszünk, akkor megkérhetem, hogy varázsoljon át, változtasson át boszorkány, ugye nagyon szeretnétek esetleg, majd átváltozhatnál még boszorkányá is. De majd csak a későbbi részedben már arra gondoltam, hogy majd szépen lassan minden, és hogy együtt közösen kiválasztjuk, hogy milyen szuper erőm legyen, vagyis hát milyen természeti feletti lény legyek, boszorkány, tündér, vérfarkas vagy vámpír, majd ezt együtt eldöntjük. Na, felhörpítettem egyébként már az italomat, vagy elkezdtem rögtön... Mi nem tetszett volna? Mindenkinek baja van a szemüveges lányjal. Túl sokat ivott? Amúgy megismerkedhetnénk egy vámpírral is. Barátságos bemutatkozás. Megismerkedünk minden természetfelüttényel, aztán majd eldöntjük később. Ó, most esett életünk első találkozás egy vámpírral. Egyébként jól néz ki? Hé, Paula, ne legyél már ennyire undok. Hú, amúgy... Hát, tesó... Nem vagy ijesztő, de hogy is, mintha 5 éve nem aludtam volna, egy cseppet se. Nem akarom, hogy átváltoztasson, akudjon a pénz miatt. Ez egy nagyon jó ötlet, mert amúgy tényleg csöves vagyok. Most én megnéztem, csak 188 koiszom van. Bocsánat, szimulálom. Miért? Te snob bunkó állat! Jól van! Búcsúzzon el! Csá! Nem kell nekem itt snob barát! Hogy kireveti? Na jó, erre inni kell! Erre inni... Hey! Linda! Szóval ezért fújogta mindenki, mindenki megívott mindenki elől, minden fújogta. Na jó, menjünk, nem jó a parti. De majd máskor visszajövök. Most itt Linda felhörpítette az italomat. Szóval még inni se tudtam arra, hogy amúgy én csövi vagyok. Basszus, hogy mi fogok a macskámnak kaját adni? Valaki rendőrautóval jött, vagy valakit elvittek. Na mindegy, mik vannak itt a Sims-ben? Érdekes dolgok szoktak itt általában történni, meg se lepődök már, de van, amikor tényleg okoz néha a játék meglepetéseket. Nagyon-nagyon szeretem, mert minél több kiegészítővel, annál érdekesebb az egész, és annál több mindent tudsz megtapasztalni, hogy amúgy úristen. Csokoló! Ott egy vadló! Hát, ahogy meglátott, el is futott. Amúgy majd lovam is lehet késő, szóval az a jó ebbe a Sims, hogy bármi lehet. Bármi, és több részt tudok csinálni, és egy tök jó nagy családot fogok kialakítani, legalábbis ez a tervem, szeretnék tényleg egy nagy családot. Csak először valahogy éljek meg, és a macskámat tudjam eltartani. Hol a macskám? Szimüd, jaj, de aranyos, megjöttem, és üdvöző. Mit keresel ott fenn? Na. Megszeretgethetlek? Várj, ne menj el! Szeretgesd! Meg egy kicsit. Játék. Nem. Szeretet. Szeretgetés. Nem tudom, hogy megengedi-e egyébként. Adok neki jutalomfalatot. Opa! Ó, megengedte, ez tök jó. Nézd, adok neki jutalomfalatot. Lezuhanyzom egyébként, mert a zuhanyzás fontos.
Nagyon aranyos, még kis dagadt. Nagyon álmos vagyok, és azt hiszem, mikor kell mennem dolgozni? 15 óra múlva amúgy melóznom kell. Már nagyon fáradt vagyok, hát sok ital megártott. Amit szerintem Linda hörpintett föl, úgyhogy a fenét is vele. Jó, meg szerintem pisilek is amúgy. Mert mindig ez szokott lenni. Végre tudjátok, lefekszel, kényelme vagy, erre meg pisilned kell. Energia, éjség, tehát van kajád, nem? Hol a kajád? Egyél egy kicsit, evés a tálból. És energia, hát akkor majd neki is kéne aludni egyébként, hogy legyen kis energiája. Amúgy lehet, hogy majd később örökbe fogadok egy kis cicát mellé, vagy valami, hogy ne legyen egyedül, de majd ezt is csak később, minden a tervek szerint halad. Legalábbis nagyon remélem, úgyhogy alszom, és reggel azzal kezdem reggeli mellett, hogy megnézem, hogy... Látok, meg van, hogy elmenni. Igen. Na. Elment aludni, és azt terveztem, hogy reggel, ha majd fölébred, ezt fel is gyorsítom közben azért, hogy haladjunk. Reggel, ha fölébred, akkor azt fogom csinálni, szerintem, hogy az első, én megnézem, hogy jött-e valami üzenet, valami jó palitól esetleg. Bár nem tudom, hogy van nekem most jó palik, de majd azt is megnézem. De lehet, hogy majd azért egyiknek visszaírok, hogy azért itt teljesüljön ez az életre szóló boldogság, mert itt is egész sok jó cuccos lehet összeszedni, hogyha ez összegyűl ilyen kis pontok. Úgyhogy, na, ezt begyorsítom. Úgy, ezt el kéne takarítanom. Legyen ilyen reggeli kóstít. Oké. Tele vagyok energiával. Szuper, minden. 7 óra múlva kell mennem. Bőségszorú táptár és bisztró kérdéses tart, most minden 40% olcsóbb. Ó, ez nem is rossz ötlet. Na, kelj föl, asszony, ideje munkába állni. Ellátogatni a temetőbe. Miért akarsz ellátogatni a temetőbe? Barátaid sincsenek, családod sincsen. Nem tudsz kihez menni, de ez elég para. De minden jó, akkor majd meglátogatjuk a temetőt, majd sírunk valaki miatt. Nem tudom, hogy kit fogunk megsiratni. De remélem elkerüljük most ezt a problémát. Na, elmosogatok? Ja igen, nincs mosógépem, mert az is drága, és még mindig kicsit ki vagyok számolva elég rendesen. Háztartás tőkéje nem éppen a legnagyobb. Na mindegy, szóval együnk gófrit, és utána elkezdődhet az első napig. Polis született szakásnő, ennek következően például alatt képes elsőtetni a kolina művészet minden csinyát, binyát. Az amúgy tök jó, meg minden, meg örülök neki, csak jó lenne, hogyha egy jártaságot szereznék, ha már... Igen, ha már egyébként ott fogok dolgozni. Szóval, ó, tényleg nálam van, nem? Nem, hol van? Az köztár. Nálam van minden. Nyissak ki a könyvszekrényt. Á, tudtam én, hogy itt van az első, úgyhogy ezt be is rakom az inventorimba, és akkor majd elkezdem olvasni, hogyha hazaértem, ezt kidobom egyébként. Ez felesleges. Na. Ha hazaértem, mert tényleg kell keresnünk, szereznünk jártasságot, hogy jól menjen a melóm is, mert előre kéne, hogy léptessenek. Azért jó lenne egy hivatásos szakásnő lennék. Mi ez itt? Ellátogatni az emlékek tárába? Igen, nagyon el szeretné látogatni, úgyhogy majd ezt is mindenképp, úgyhogy ezt most kilövöm. Ó, mindjárt elérek egy szintet, ennek tökre örülök. 4 óra volna mennek, úgyhogy valószínűleg, hogyha meghajálok, már mehetek is dolgozni. Na, gyorsan. Ú, jaj, mi történt? Hoppá. Jó, amúgy tök rossz, hogy foglalja a helyet az egész gép, és szegénykinek ülve kell így ennie. Nem forró az a... Te ányér ott. Amúgy látjátok, életem a kaja. A pólón is látszik. Na, egyél... Aztán mi bajod van még? Szórakozás, energia, üdítés. A cicát azért meg akarom is nyomogatni, miatt elmegyek, bár ő most alszik. Mindegy, használjuk. Meg akkor már mosunk fogat, nem? Azért friss lehelettel kéne elmennünk dolgozni. Jó, de kis aranyos. Jó, meg tényleg, bocsánat. Egy órán belül itt lesz az autó Poli munkájúra, hogy elvigye dolgozni. Az szuper, akkor küldök meg a Palinak egyébként egy
barátságos SMS meg ennek a Chelsea-nak, ha már azt mondtuk, hogy ő lesz a legjobb barim, mert mindegyiknek napi szinten, jaj, küldeni kell SMS-t, hogy fent tudjuk tartani a barátságot, és ez a kis zöld dolog itt egyre jobban nőjön, úgyhogy szépen üzenek neki. Mikor jön értem a... Lezuhatni, hogy gyors zuhanyozni? Hát remélem le tudok már, mert akkor is lezuhanyozok. És akkor megyek dolgozni. Na nézzük, munkatakarék lángon, kemény munka, vegye könnyedén, találkozás a munkatársakkal, lógás a munkatársakkal, pedálozás a főnöknek. Noha a kollégai szíved nem fogod belopni magad, ezzel egy kis hízek is övöltött a főnököddel való kapcsolatot, állam inkább a kemény munkát fogom leválasztani. Keményen dolgoz az elméletű, és igen, arra gondoltam általában, úgy szoktam csinálni, hogy a munkát vállal a szívem. Akkor, jaj, de furán nézek ki! Hát ezt meg kell örökítenünk. De csinos valaki. Nagyon szép vagyok. Ha feltűnt a hajam. Ja, de aranyos, már itt van értem a kocsi. De én nem biciklivel akarok menni. Vagy most az autóval megyek? Bocsasó, de megyek magam a munkába. Hello, vissza, szia! Megyek magamtól dolgozni. Na mindegy, pedig értem, jöttek volna, ez nagyon aranyos, de én sportos vagyok, úgyhogy tekerek a melóba. Na. Arra gondoltam, amúgy fura, hogy már most megy ott fönt ez a kemény munkás dolog. 21-ig dolgozom, hát ez nem most van, úgyhogy egy jó idő lesz majd. De úgyis most fogom befejezni a videót, úgyhogy valószínű nem fogom megvárni, hogy végig dolgozzon. Majd a következő részben úgyis ezzel fogom kezdeni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és mindenképpen iratkozzatok fel. És akkor majd a következő részben találkozunk. És megvárom, hogy bemenjen dolgozni, aztán el is köszönök. Gyerünk, bum! Jó melót! Sziasztok!